csomagolt és kötött díszeket készítettek a Spinnstube záró programján, a Bonyhádi Német Önkormányzat rendezvényén havi rendszerességgel, vagy akár egy hónapban többször is találkoznak a résztvevők. Mai napnak az a különlegessége, hogy horgolt és kötött karácsonyfa díszeket, karácsonyi díszeket fognak készíteni az asszonyok, elhozták otthonról, hogy már miket készítenek, és meg lehet látni, hogy tényleg nagyon-nagyon ügyesek. Horgolt karácsonyfa díszek, valamint koszorút körbekötik, és azt díszítik fel horgolt dolgokkal. Tehát nagyon-nagyon kreatívak, és most megmutatják egymásnak. Van, aki köt, van, aki horgol, és ezzel zárjuk az évet. A Spinnstube úgy kezdődött, hogy a pacskárukat kötöttünk, és azok jöttek, akik már tudnak, és azok, akik szeretnék volna ezt megtanulni, és közben kiderült, hogy nagyon sokan szeretnek hímezni, horgolni, és akkor utána ez átalakult, hogy bármit lehet már készíteni, és egymástól tanulnak, és mivel most már adventi időszak van, ezért jött az ötlet, hogy mindenki otthon már készül nagyba a karácsonyra, hogy megmutassák mindenkinek, hogy miket készítenek otthon, és így is egymástól tanulnak, van, amikor hoznak leírásokat, hogy ő ilyen fajtát készített, és persze elővesszük a régi dolgokat is. Egy új dolog, hogy üvegre is készítettünk kötött üvegdísz, pacskermintával, vagy pedig telefonra tokott pacskermintával, vagy pedig egész pici pacskert. Tehát nem csak a pacskert, hanem már a pacskermintát is felhasználjuk különböző dolgokra. Készült már pulóver pacskermintával, vagy pedig fejpánt pacskermintával, és emellett különböző technikával készült kézimunkákat is készítünk, és nagyon jól érzik magukat mindig a tagok, sőt vidékről is járnak be, de mivel adventi időszakban nem tudott mindenki eljönni, de nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép számmal megjelentek. A pacskerkötés az német minta, az német hagyomány, azt az őseink hozták magukkal ezt a tudást, sőt még a cikta juhot is magukkal hozták Németországból, ami egy kicsit kisebb juh, mint az itteni magyarországi, viszont hosszabb a szőre és finomabb. Ez Németországban már teljesen kihalt, de Magyarországon egy-két helyen még előfordult, tehát ezt is magukkal hozták. A horgolás az általános, de az, hogy mit horgolunk, vagy hogyan, az már különbözik, viszont a pacskáról esetleg még el lehet mondani, hogy azt átvették a magyarok is, és a szerbek is, tehát a körülöttünk élő nemzetiség is átvette, és vannak olyan települések, ahol horgoltak is pacskárokat nagyon-nagyon régen, tehát mi nem csak a kötött pacskárokat kutatjuk, hanem általában a pacskert, és elmentünk már Németországba, Romániában, Bácskába, tehát elég széles a tudásunk már ebben a körben, és a pacskert mintákat is gyűjtjük, most már több mint 300 mintát vittünk számítógépre, és különbözik az evangélikus, a református, a katolikus településenként is különbözik, és ezt mind meg tudják az itteniek. És van, aki Székely közöttük, van, aki felvidéki, van, aki vegyes, van, aki sváb, hát egy nagyon vidám kis, jó kis társaság jön össze havonta vagy havonta több alkalommal. Az elnök elmondása szerint egy sikeres éven vannak túl. Nagyon sok rendezvényünk volt, és volt egy kirándulásunk is, ami nagyon nagy dolog volt a csapat számára. Minden évben tervezünk egy kirándulást is. Ezzel már vége ennek az évnek, és jövőre új erővel, új lendülettel indulunk az évnek. Havonta találkozunk, de van, amikor havonta többször is, mert elmegyünk iskolákba, vagy pedig falunapokra többször hívták a csoportot, voltak Kakasdón, Lengyelen, különböző települések, majd pedig iskolákba elmentek, és a gyerekeknek megmutatták a tudásukat. Tehát örülök annak, hogy egy ilyen kis összetartó társaság van Bonyhádon.